fordulás. Késő nyári délután volt. A rét virágai álmosan ingatták fejüket a sárguló fűben. Csodálatos időnk van. Úgy sétálnék egyet. Remek ötlet. Tényleg jól esne egy kis testmozgás. Hilda és Béla bá feltápászkodtak, hogy halkan, nehogy felébresszék a többieket, leugráltak a kupacról. Séta, ez csak úgy a séta kedvéért. Sosem tudtam, mit gondoljak a lepkehalakról, amikor reddesni látom őket odafent, olyan, mintha egy tenger lenne az ég helyén. Bizonyára ők sem tudják eldönteni, hogy két fejűnek lenni furcsább, vagy lepkehalnak. Közben egy kis facsoporthoz értek. Milyen érdekes az az odú. Olyan, mint egy kulcsjuk. Ahol kulcsuk van, ott kulcsnak is kell lennie. Béla bá azzal keresgélni kezdett botjával a fűben. Ezt keresitek? Ezek szerint nálad van. Ha nem így volna, kézen közön eltűnne. Most mi lesz? Azt majd meglátjuk. Béla bá beledugta a kulcsot a lyukba, és elfordította. Nem történt semmi. Csak leesett a kalapom. Ott van. Felrepült? Inkább leesett. A két kufli értetlenül nézett rá. Amikor eltekerted a kulcsot, megfordult a rét. Ennyi az egész. Ritkán ugyan, de megtörténik. Most fent van, ami eddig lent volt, és lent, ami eddig fent. Na, nekem mennem kell. Álljál, Ercsi! Most mi lesz? Megpróbálom visszacsinálni. Úgy látszik, visszafelé nem működik. Akkor örökké fejjel lefelé maradunk. Hidd el, meg lehet szokni. Esetleg próbáltok meg kézen állva, tanácsolta egy pók. Nem is rossz ötlet. Hú, elég kényelmetlen. Hozzunk segítséget. Valahogy helyre kell ezt hoznunk. Fogták magukat, és két kézen lépkedve visszasiettek a kupacukhoz. Ti meg mit csináltok itt fejen állva? Igazából a rét állt fejre, nem mi. Sürgősen vissza kéne billenteni. Úgy érted, hogy most mindannyian fejjel lefelé vagyunk? Így van, magam sem értem, hogy történhetett. Éreztem, hogy valami nincs rendben. Nem értem. Akkor miért nem potyogunk le a rétről? Talán mert annyira hozzátartozunk. Csak nehogy egyszer mégis lehessünk róla. Van egy ötletem. Ha minden rétlakó összegyűlne valahol az elhagyatott rét szélén, és ott egyszerre ugranánk egy jó nagyot, azzal talán vissza tudnánk billenteni a rétet. Remek ötlet! Hol legyen a gyülekező? A legutolsó bokornál. Az a rét legszélén van. Könnyű megtalálni. Néhány lépésre van az utolsó előtti bokortól. Sietve szétszélettek. Titus észak felé indult, Pofánka délnek, Valér keletnek, Zödön pedig nyugatnak. Fityirc meg... Na, ő szaladgált egy kicsit erre is, egy kicsit arra is.
Mi egyenesen a bokorhoz megyünk, mondta Béla bá Hildának, akit szemlátomást megviseltek a történtek. Alig egy óra múlva minden rétlakó ott gyülekezett izgatottan a legutolsó bokor körül. Ha azt mondom hopp, mindenki egyszerre ugorjon egy nagyot. A rétlakók elcsendesedtek. Hopp! Én megyek, és visszaadom a kulcsot a vakondnak. Talán jobb lenne, ha ezentúl mi őriznénk. És bármikor felfordíthatjuk vele a rétet. Felfordulás kulcs nélkül is tudunk csinálni. Mit szólnátok inkább egy ünnepi kézenjáró versenyhez? Kézen, szárnyon és csáponjáró verseny legyen, hogy mindenki indulhasson. Cél a kuflikupac! Kiáltotta Titusz, mire mindenki elindult. Egymás hegyén hátán ugrabugráltak keresztül az elhagyatott réten. A legutolsó bokor csodálkozva nézte őket. Még csak el nem tűntek a táborban. Most akkor melyik fejem van lent? És melyik lent? A kuflik és egy... Szóval a kuflik és egy zsibbadó dudor. Gyerekek! Minden csupa lotymánc és szipot. Látszik, kiújult a makacs ugró dudor zsibbadásom. Panaszolta egy őszi reggelen Béla bá, miután nagyokat szuszogva kimászott a lakó ürege ajtaján. Hát nem csoda, az én ágairól is csöpög az az undok, hideg nyirok, mondta a beszélő fatuskó. Béla bá felvette a ballonkabátját, a fülvédőjét és kezdte húzni. Jobb lesz, ha teszek egy rövid sétát. A mozgás mindig segít az ilyen nyavajákon, mondta, és azzal elindult sétálni. De olyan lassan haladt, hogy azt a részt inkább átugorjuk. Béla bá, játsszunk kőpapírollót! Ha-ho, Béla bá! Nem tudjátok, hol lehet Béla bá? Sétálni ment! Ó, csak nem esett valami baja, tördelte kezét Hilda. Az is lehet, hogy eltévedt. Sopánkozott pofánka. Ez! Nyomozzuk ki, hol lehet? Szökkent fel a fűből Titusz. A kuflik rövid készülődés után sietve elindultak. Olyan! Elvesztettük a nyomot! Torpant meg hirtelen Titusz. Kit kerestek? Szólalt meg egy drótlábú haharca fejük felett. Bélabát! Válaszolta neki Titusz. Láttam őt egy peckes nyúlbogárral beszélgetni, mondta a haharc. Egy doktort keresett. Valami doktor Fú, vagy Brú. Nem emlékszem pontosan a nevére. Borzolta fel a tollait a haharc. Doktor Furdancs? Doktor Futrinka? Doktor Fukar? Doktor Fuszújka? Doktor Fuszekli? Egyik sem. Talán Furcsa. Doktor Furcsa. Talán doktor Furcsa? Ez az! Doktor Furcsa! Doktor Furcsa, a zsibbadások és bizsergések szakértője. Itt vagyunk, mondta Titusz, és meghúzta a csengőt. Ki az? A kuflik vagyunk, és barátunkat Béla bát keressük. Jó helyen jártok, gyertek bele. Doktor Furcsa vagyok, ez a rendelő. És hova Béla bá? Itt vagyok. Szólalt meg Béla bá hangja az egyik szék felől.
Nos, igen. A barátotok most átmenetileg egy kicsit láthatatlan. Láthatatlan? Értetlenkedtek a kuflik. Ez a teknőc tokabogyó mellékhatása. Köztudott, hogy ez az ugró dudor zsibbadás leghatásosabb ellenszere. Bélabának zsibbad az ugró dudora? Csodálkozott van. Ti miért beszélgettek úgy, mintha itt se lennék? Ne haragudj, még nem szoktuk meg, hogy láthatatlan vagy. Egyelőre nekem is elég különös érzés. Induljunk! Még haza kell érnünk, mielőtt véget ér ez a történet. Mondta ekkor Titus. A viszontlátásra. A kuflik sietve elbúcsúztak Dr. Furcsától, és hazaindultak. Na, megtaláltátok a barátatokat? Kérdezte a drótlábú haharc, amikor a kuflik a közelébe értek. Persze, itt van velünk! Válaszolta Titus. Nem látom. Rázta a fejét a madár. Nyugodj meg, mi sem. Mondta neki vidáman Valér. Ezek teljesen meghibbantak. Gyerekek, úgy hallom, hogy hozzá sikerrel jár. Állapította meg a beszélő fatuskó, amikor a kuflik végre letelepedtek a kupac tetején. Közben Bélabá ismét látszódni kezdett egy kicsit. Ha rám hallgatsz, nem változol vissza, te teljesen. Mondta neki Zödön. Bármikor túrhatod az orrodat, senki sem látja. Ezt még azért fontolóra veszem. Viszont akkor soha többé nem lehetne vele kőpapírollót játszani. Sóhajtotta szomorúan Valér. Ez igaz? Délután aztán Bélabá majdnem teljesen láthatóvá vált. Na, annak úgy örülök, hogy a zsibbadás nem tért vissza. Mégiscsak tudja a dolgát ez a doktor furcsa. Biccentett elismerően pofánka. Azért ezentúl gyakrabban megyek ugrándozni az elhagyatott rétre. Mi meg majd? Nyomozunk utánad. Kiáltotta vidáma Valé. Persze, csak is egy igazi nyomozó vezetésével. Tette hozzá jelentőség teljesen Titus. Aztán gyorsan elindult, hogy megkeresse a pipáját, amit az imént meggondolatlanul eldobott valahová. A kuflik és a vándorkaktusz. Első rész. Vannak napok, amikor az alacsonyan szálló felhők szinte súrolják a hasukkal az elhagyatott rétet. A szél egy régi dal fütyörészik, az ég pedig olyan színű, mint a nádi cukorka csísztolla. Mivel ilyen madár történetesen nem létezik, ezt a színt mindenki olyannak képzeli el, ami ennek csak kedve tartja. Szerinted van a felhőknek köldökük? Kérdezte Fityirc pofánkától. Ez meg mire jutott eszedbe? Nem is tudom, talán arról, hogy... Jaj! Beleültem itni ebbe. Igazán, ne sajnálom. Messziről érkeztem, nem tudhattam, hogy itt szoktál pihenni. Mondta bocsánat kérően a kaktusz. Messziről? Ezek szerint külföldi vagy? Igen, vándorkaktusz vagyok. Hozzam a nagyvilág. Milyen izgalmas. Itt a kupacunkon nyugodtan kifújhatod magad. Legalább lesz alkalom, hogy mesélj az utazásaidról. Ezer örömmel. Végre valaki látogatóba jön hozzánk. Ráadásul egy világutazó. Annak idején én is körbeszögdítseltem a félvilágot, a Szörszivacs szigetektől Bokaficándig, vagy még tovább. Bólogatott Bélabá. A Szörszivacs szigeteken én is jártam, útban Bögre földje felé. Tettem ott egy rövid pihenőt. Hagyatott rétre, hogyan bukkantál rá? A kitalált erdőbe igyekszem, úgyhogy pont ott beesett.
Nagyon örülök, mert már sok különleges dolgot olvastam erről a helyről. Olvastál? Azt hittem, ezt a rétet senki nem ismeri. Lehet, de könyveket írnak róla. Vonta meg a vállát a kaktusz. Érthetetlen! Ezen a réten soha nem történik semmi érdekes. Eseménytelenül telnek itt a napjaink. Azért én szívesen körülnéznék ezen a néptelen vidéken. Minden olyan helyre kíváncsi vagyok, ahol még sosem jártam. Hát akkor a kuflik Titus vezetésével először a közeli vadmarcipán bokrokhoz sétáltak el. Az aztán nagyon különös. Mikor jól laktak, elindultak a ligethez, ahol egyszer Béla bá fának álmodta magát. Hová? Kérdezte tőlük egy lábas csiga. Megmutatjuk barátunknak az elhagyatott rétet. Akkor semmiképpen se hagyjátok ki a lehetetlen ligetet. A taflik és a zsakócák pálfrányevő versenyt tartanak a tavasz tiszteletére. De hiszen a tavasz már régen elmúlt. Tudom, a taflik és a zsakócák sosem kapkodják el az ilyesmit. Hát, útközben a kuflik megmutatták a kaktusznak a fát, amelynek törzsén a manótevék liftjének ajtaja nyílik. Fú, de menő! Aztán a fát, amiben a kulcsuk alakú odú van. Aminek? Majd a csocsótáj létrafáját. Wow! Sok különös fa nő ezen a réten. Ezek után felkeresték dr. Furcsa bakancs alakú házát. Páratlan! Majd a táblát is, amire az van írva, hogy... A rét közepe. Elképesztő! Mikor odaértek a lehetetlen ligethez, nagy csődület fogadta őket. Vajon ki lesz a győztes? Végül szoros küzdelemben a zsakócák nyerték a versenyt. Lassan, itt a vacsora idő. Hiába! A sport mindig jó étvágyat csinál! Otthon a kuflik ünnepi vacsorát készítettek vendégük tiszteletére. Vadsóskát, vadzabot, vadalmát és vadmarcipát. Vadító kínálat. Nyelte a nyálát elégedetten zödön. Egy kicsit itt maradnék, mielőtt tovább indulok a kitalált erdő felé. Ha nem bánjátok, felállítom valahol a sátramat. Maradj, amíg csak kedved tartja. Ilyenkor mindig az a nap jut eszembe, amikor ide költöztünk. Vándorolni jó, de otthonra talán sem utolsó dolog. Hilda kalapja. Egy szép napfényes reggelen a földből halvány lila csücsökvirágok dugták ki a fejüket. A távolból egy téli álmából ébredező zacskós borz harákolása hallatszott, a levegőben pedig szédülten zümmögtek az első posztólegyek. Tavaszodik, állapította meg Hilda. De kár, hogy nekem nincs egyetlen csinos kalapom sem. Nem is szoktál kalapot hordani. Na jó, de ha véletlenül mégis eszembe jutna. Kölcsön kérhetnéd Béla báét. Szerinted hogy állna neki Béla bá kalapja? Kérdezte Pofánka. Elég furcsán. Talán mégis jobb lesz, ha beszerzel egy saját kalapot. Kalapot akármiből lehet készíteni. Szólt közbe zödön, lerakva a fűbe egy zacskó szárított vacspenótot. A nagybátyám például egy üres konzervdobozt hord fejfedőként.
De hát neked nincs is nagybátyád. Na jó, nincs. De ha lenne, biztos azt hordana. És haza zokniból készítenél magadnak egy kalapot? Zokniból csak egy nem túl elegáns sapkát lehetne készíteni. Szerintem nézz körül az elhagyatott réten. Én szívesen elkísérlek. Ajánlkozott Valér. Ó, ez a vidéki élet. Hova, Kuflik? Kérdezte kíváncsian egy csíkos csújmász. Kalap alapanyagot keresünk Hildának. Tudok én a rétén mindenféle alapanyagról. Akadis kácat alapanyag, mászat alapanyag, kis szerencsével talán még némi malac alapanyagot is találhattok, de kalap alapanyag sokan keresik, így gyorsan eltűnik a rétről minden efféle. Mi azért nézelődünk egy kicsit, mondta Hilda. Átszögdécseltek Valérral egy szörcserjeligeten, megkerültek egy kiszáradt befőtt bokrot, amikor... Oda néz, mi van ott? Kiáltott fel Hilda, és egy gyönyörű színes kalapot emelt fel a földről. Szerinted hogy áll? Nem rossz, bár egy kicsit emlékeztet a varázsgombák sityakjára, mondta Valér, és elővette zsebtükröt. Egész jó. Bár tényleg olyan, mint egy gombakalap, meg aztán szorít is egy kicsit. Sajnos nem az én méretem. Hilda megfogta a kalapot, hogy levegye, ám az nem mozdult. Úgy látszik, rám szorult. Segítenél kicsit? Na-na! Valér húzta jobbról, húzta balról, rángatta előről és cibálta hátulról, de a kalap nem mozdult Hilda fejéről. Látom, van egy kis gubanc. Mi tagadás? Hilda fejére rászorult ez a gyönyörű kalap. Nem csoda. Mi egyebet vártok egy varázsgomba kalaptól? Hihetetlen, hogy velünk mindig valami ilyesmi történik. Nyugi, azért lehet ezen segíteni. Két módszer is van rá. Melyik a gyorsabb? Mindkettő gyors, de az egyik egyszerűbb. Csak el kell mondani hozzá a következő varázsigét. Varázsgomba, darázsplombát varázsolj a garázsomba. De hát ennek semmi értelme sincs. Azt én kérdés. Viszont ha elmondod, magad is varázsgombává változol. És az mégis miért volna jó nekem? Oly egyszerű! Akkor nem kéne többé levenned a kalapodat. De én nem akarok varázsgomba lenni. Kufli akarok maradni. Ez esetben ugyanezt a varázsigét kell elmondanod csak visszafelé. Akkor már is visszacsinálódik az egész. Így hangzik. Ám bőzárat. De én ezt nem tudom elmondani. Tükör, van-e nálatok? Persze. Akkor odaadom a varázsige szövegét, bár ami azt illeti... Ez tiltja a szabályzat. Na ne üssek ő. Tükörből felolvasva könnyebb lesz elmondanod visszafelé. Azzal Hilda kezébe nyomott egy gyűrött papírdarabot. Köszönöm. Nyögte Hilda, és oda tartotta a tükörhöz a papírt. Abmózsárag... Aljózsárov. Jó lesz ez, folytást. Tábmolbzsárod. Abmogzsárov. Ti még el sem indultatok? Meggondoltam magam. Már nem is akarsz kalapot? Már nem. Rájöttem, hogy mindig összekócolná a kontyomat. Ezt nem értem. Még mindig csak a második fekvőtámasztnál tartok, pedig az imént, mintha már megcsináltam volna, vagy 30-at. Az előbb én is kihoztam az üregemből egy zacskó szárított vacspenótot, és most még sincs nálam. Tavaszi feledékenység. Gyakran előfordul ilyen tájt.
És lehet ezt gyógyítani? Fél óra hátra bukfenc, és ismét mindenre emlékezni fogtok. Ez igaz. Dehogy is, most találtam ki. És mi lesz, ha rájönnek? Majd újra elmondod az abmozsárak varázsigét. Végül is egy ilyen szép tavaszi nap akárhányszor elkezdődhet, mondta Valér, és ebben bizony igaza volt. Merre jártok, Kuflik? Egyik délután Fityirca hasán hevert pár zebrapittypang árnyékában, mint egy sziesztázó kavicskukac. Nem is tudom, sóhajtotta. Mit nem tudsz? Kérdezte Valér, aki szintén ott volt, csak nem látszott a nagyra nőtt fűben. Itt van ez a kellemes rét. Vajon akad-e még olyan dolog, amit nem csináltunk itt sohasem? Elég sok mindent csináltunk már, amióta itt lakunk. Na jó, de mi az, amit is soha? Vacsoska kergetős. Dugta ki fejét egy bokor mögül zödön. Olyan nincs is! Kár, mondta, és eltűnt a levelek között. Próbáltatok már eltévedni? Kérdezte ekkor egy pókcsibe. Eltévedni? Nem, azt még soha. De azt hogyan kell? Semmiség, csak rossz irányba kell indulnod, és közben azt kell hinned, hogy jó irányba mész. És ez lehet szándékosan is? Én mindig véletlenül szoktam. De biztos lehet úgy is. Vonta meg a vállát a pókcsibe. Azonnal próbáljuk ki! Szökkent fel Valér. Rendben. Csak először találjuk ki, hogy hova ne találjunk oda. Legyen a kupacunk! Tehát az itt van egész közel. Mutatott a hátuk mögé a pókcsibe. Majd direkt ellenkező irányba indulunk, úgy biztos sikerülni fog. A két kufli búcsút vett a pókcsibétől, és szögdécselve elindult. Hova mentek? Eltévedni! Jó, de aztán gyertek haza. Mondta zödön, és csámcsogva a szájába tömött valamit. Az égen bodros felhők kergették egymást. Mindenfelé szerény kinézetű réti virágok illegették magukat a fűben, vagyis teljesen átlagos nyári délután volt. Menjünk arra! Az pontban másfelé van, mint a kupacunk! Mutatott egy majompat a bokorra Fityirc. Csodás gondolat! Miután odaértek és megkerülték a bokrot, a csőkukacok rétjén találták magukat. Itt balra kéne kanyarodnunk a kupac felé, úgyhogy menjünk jobbra! Így is tettek. Rövid szögdécselés után a vadradír cseréjéknél találták magukat. Milyen ismerős! Menjünk inkább arra! Vakarta a fejét Fityirc. A csalóka csalitos! Ez nem rossz! Így gyakran összekeveredik az emerre, meg az amarra, úgyhogy könnyű eltévedni benne. Én is ebben bízom! Bólintott Fityirc. Egy darabig össze-vissza bókláztak a sűrű bokrok között. Végül doktor furcsa bakancsházánál bukkantak ki. Mi csak, Kuflik? Csak nem zsibbad az ugró dudorodok? Szerencsére nem! Eltévedni próbálunk, csak sehogy sem sikerül. Ritka eset. Becsukott szemmel próbáltátok már? A Kuflik a fejüket rázták. Kössétek be a szemeteket, ha nem látjátok, merre mentek, sokkal könnyebben el tudtok tévedni. Köszönjük! Jó ötletnek tűnik! Mondta Valér, majd a szemük elé kötötték a kendőket. Most merre? Kezdjünk el ugrálni egyenesen az orrunk után. Így is tettek. Valér néhány ugrás után nekiment valaminek. Útakadály! Kiáltotta az orrát dörzsölgetve. Erre, ez szabad az út! Kiáltotta Fityirc, ám abban a pillanatban elfogyott ugró dudora alól a föld, és eltűnt egy árokban. Te meg mit keresel itt?
kérdezte egy lábas csigától. Lássuk csak. Héselek, de te mi áradtam vagy errefelé? Próbálok eltévedni, de úgy tűnik, sajnos hiába. Minden rendben? Velem, igen, de attól tartok, most sem sikerült eléggé eltévednünk. Fityirc kikászálódott az árokból és körülnézett. Hátuk mögött a csalóka csalitos, előttük a jól ismert vadradírbokrok, jobbra, kicsit távolabb a csocsótány létrafája, balra a bujócskázó rét. Reménytelen! Bármerre indulunk, tudjuk merre kell hazamenni. Akkor játszunk valami más. Például ha hazamenőset, úgyis közeledik az ebédidő. Jó ötlet! Sziasztok! Ti meg merre jártatok? Eltévedni voltunk. És? Sikerült? Szerinted akkor most itt lennénk? Ki tudja? Lehet, hogy egészen máshova akartatok menni, és csak úgy ide tévedtetek. Hazaérni, mert mégiscsak jobb, mint eltévedni. Csak nem annyira izgalmas. Izgalom éppenséggel itthon is akad, ma zödön főzte az ebédet. Csak nem vacsóskát. Csak nem vacsóskát, annál még az eltévedés is jobb. Azzal felugrottak a fűből, és szélsebes szögdécseléssel eltűntek a kupac tetejéről, mintha sosem lettek volna ott. Kész az ebéd. Jó helyen járok. Ez már a film vége. Mindenki legyen kufli. Napfényes, békés reggel volt, mint a legtöbb reggel az elhagyatott réten. Nektek is feltűnt már, hogy minden történetünk pont ugyanúgy kezdődik? Csak heverészünk itt. Aztán egyszer csak történik valami. Vajon most mi fog? Na tessék! Hú, de messze laktak, kuflik! De messze laktak, kuflik! Mármint honnan messze? Annan! Mutatott a lókutya valahová távolba. A látóhatártól mindenki messze lakik. Mi járatban vagy cimbora? Kedves kuflik! Meg vagy csak hívva! Zilveszteri jelmezmez bálba. A rétkő zepére varrunk. Jelmezmezekbe gyertek. Mamma. Zene. Tantz. Víg alom. Aláírás. Rétlakik. Kók. Te ezt érted? Azt hiszem, szilveszteri jelmezbálba hívnak minket a rétlakik. Vagy lakók. Szilveszteri? De hiszem, mindjárt itt a nyár. Nem arog, Fityic. Inkább örül, hogy meghívtak. Köszönjük, hogy gondoltatok rá. Viszlát a bálban! De honnan szerzünk jelmezeket? Mindenki nézzen körül otthon. Hát, ha előkerül néhány. Néhány mi? Hát, azt sosem lehet tudni. Csak tudnám, hogyan került hozzánk ennyi kacat? Értetlenkedett Pofánka. Ezt hívják a kacatok titkos vándorlását. Mindennapos dolog, bár keveset tudnak róla. Elég unalmas kacatnak lenni, ezért aztán éjszakánként a kacatok útra kelnek, hogy világot lássanak. Honnan tudod mindezt? Annak idején évekig leveleztem egy fél pár zoknival. Ő sokat mesélt ezekről a dolgokról. Ha nem volnék kufli, biztos, hogy kacat szeretnék lenni. Igen ám, csak hogy most inkább a jelmezekkel kéne foglalkoznunk. A következőket találták. Hilda egy rozzant esernyőt, Valér három üres konzervdobozt, Zödön egy lukas gumilabdát, Titusz egy öreg bőröndöt meg egy habverőt, Pofánka egy elsárgult divatlapot meg egy darab spárgát, Bélabá egy horpadt tésztaszűrőt és egy doboz szöget, Fityirc meg, nos, ő nem talált mást, csak egy lila kabátgombot. És én már tudom is, mi leszek. Álmafa, mondta lelkesen Hilda. Én robot. Én meg óriás katica. Én páncélos lovag. Én rendeső pillangó. Én pedig tüskés disznó. Én azt hiszem, egy kufli leszek, aki lila gombot egyensúlyoz az orrán. De hiszen hamar úgyis kufli vagy.
Majd úgy teszek, mintha egy másik kufli lennék, mondta Fityérc. Mikor bealkonyodott, a kuflik elindultak a jelmezbálba. Mire odaértek, a rét közepén már javában állt a bál. Igazad, elegáns kuflinnak költözni egyáltalán nem könnyű dolog, nem is beszélve az egyensúlyozásról. Így van, inkább örüljünk Fityit sikerének. Úgy látom, idén nagyon menő dolog a kufli jelmez. Ekkor a zenekar belekezdett, a pattog a kufli végig a réten kezdetű vadonatú szerzeményt. Ez rólunk szól! Nem kukat, simán kufli, ezt mondogasd. Kufli, kufli, pattognak, mint egy labda, ugrálnak, mint egy bolha, színesek és csíkosak, mint egy szivárványos nyalóka. Van köztük nagy, kicsi, vékony dagi, és olyan, aki néha csuklik, heten laknak egy kupacban, ők a kuflik. Csodálatosan éreztem magam, lelkendezett Pofánka. Legközelebb rendezünk mi is jelmezbált, mondta Hilda. Egy olyat, ahol mindenki saját magának öltözik be. De akkor ki kapja majd az első díjat? Kérdezte Valér. Ám a kérdésre már csak hangos horkolás volt a válasz. Szorult helyzetben vagyok. Azt hiszem, mégsem volt jó ötlet Kályha csőnek öltöznem. Várj csak. Béla bá távcsöve. Egy pompás nyári reggelen Béla bá kupac tetején nézelődve észrevett valamit a távolban. Elővette hát a zsebtávcsövét. Béla bá távcsöve. De hát ezt már mondtam az előbb. Na mindegy. Igen ám, csak hogy amint Béla bá a szeméhez illesztette a távcsövet, az üvege kiesett és elgurult a fűben. Hey, Amanórunk, jön meg! Bosszankodott Béla bá. Mit csinálsz? Mi történt? Valér odaugrált, hogy segítsen. Régi darab már! Még az öreg apámtól kaptam ajándékba, pendelyes kufli koromban. Elveszett belőle egy csavar, állapította meg Valér. Csak hogy ilyen csavar nem terem minden bokorban. Mi a csavar? Kérdezte Fityérc. Ilyen régi módi csavar még ott sem, rázta meg a fejét Valér. Efféle holmikat a csocsótánynál érdemes keresni. Szólt közbe egy arra kódorgó, grabancos baflag. Hol lakik az az illető? Kérdezték tőle a kuflik. Rövid sétára minden. Mutatott egy karcsú létra fára a baflag. Néha az az érzésem, hogy valaki kitalálja ide ezeket a furcsa lényeket. Ingatta a fejét Valér, miközben leszögdécseltek a kupac oldalán. Ki tudja? Lehet, hogy minket itt csak kitaláltak ide, mondta Fityérc. Micsoda badarság!
kitalált kuflik, hogy szögdécselhetnének egy igazi réten? Nevetgélt Béla bá. Még tovább is beszélgettek volna, de közben odaértek a létrafához. Kicsit furcsán néz ki, de könnyű felmászni rajta, mondta Valér, mikor felpillantott a fára. Ó, ezek a fiatalok! Rövid kapaszkodás után ott is voltak a csocsótány példátlanul rendetlen fészkében. Mi kéne volna? Kérdezte tőlük a borostás bogár. Egy idevaló csavart keresünk, mutatta Valér Béla bá öreg távcsövét. Csáros kérdés! Dünnyögött a csocsótány. Van egy dobozom tele picnikkel, sróflikkal, csavarokkal, meg zimmentyűkkel. Turkáljatok benne, átaláltok valamit. De ott sincs, nézzetek körül a tokmány a peckek és flaknik között. Egy ilyen apró holmi bárhol elkeveredhet. Sok ilyen szép szót tud? A szép szavakat ott külön gyűjtöm, mutatott egy viharvert fiókos szekrényre a bogár. És ez itt? Az egy régi típusú egyszerre néző. Ha felveszed, egyszerre látod, ami volt, ami van, és ami lesz. Kipróbálhatom? Persze, de csak óvatosan. Valér a fejére húzta az ütött kopott szerkezetet. Fú, mekkora összevisszaság! Véletlenül nem láttad a jövőben, hogy megtaláljuk-e a csavart? Kérdezte Béla bá. Csak zödönt láttam felbukkanni egy pillanatra. Én is kipróbálom. Képzeljétek! Azt hiszem, láttam, hová tűnt a távcsövem csavarja. Valószínűleg zödönettem meg a vacsóskával együtt. Akkor végképp búcsút vehetünk tőle. Az nem biztos. Lehet, hogy megakadt a torkán, és ezért turkált olyan nagyon a szájában. Menjünk haza gyorsan! Jó, de majd máskor vissza szeretnék jönni ide. Mindig megtaláltok itt. Kivéve szerdánként. Olyankor csocsózni járok a focincérekkel, mondta a bogár. Mikor hazaértek, a többieket ott találták a kupac tetején. Valami beszorult zödön foga közé. Talán egy csont? Azt mondja, hogy a vacsóskának nincs is csontja. Fordította Hilda. Ha idehajolsz, megnézem, mi az. Zödön nagy nehezen kirángatta a kezét a szájából, és lehajolt Valérhoz. Rögtön gondoltam! Kiáltotta Valér rövid nézelődés után, és egy apró csavart piszkált ki zödön foga közül. De jó, hogy meglett! Akkor játszhatnánk is vele egy távbújócskát. Mi elszögdécselünk jó messzire a réten, te pedig megkeresel minket a távcsöveddel. Remek ötlet! Ingatta a fejét mosolyogva Béla bá. Aztán szeméhez illesztette a távcsövét, és fürkészni kezdte az elhagyatott rét bokrokkal petyezett végtelenét. A kuflik és a végtelen sál. Reggel a behavazott rét fehér volt és néma, mint egy üres rajzpapír. Zödön bánatosan köhincsélt a kufli kupac tetején. Beteg vagy? Érdeklődött Pofánka. Csak a hideg téli szél kaparásza a torkom. Ó, miért nem hordasz sálat? Kérdezte aggodalmasan Hilda. Mert nincs.
elhagytam, és nem találom sehol. Azt nem csodálom! Bólogatott Béla. Egy bojtos sapka sokat mesélt nekem az elhagyott holmik földjéről. Híresen, vidám hely! Akárhogy is van, Zödönnek mindenképp kell egy sál. Na igen, de honnan? Ha esetleg akad is sálbokor az elhagyatott réten, ilyenkor biztos nincsen rajta termés. Meleg sálat puha fonálból kell kötni. Azzal hopp, Hilda el is tűnt az üregében, ahonnan kisvártatva egy nagy kosárral tért vissza. Hú, de szépek! Mit szólnál egy klassz csíkos sálhoz? Kedved színem a csíkos. Találjuk ki, milyen színű csíkjai legyenek. Szürke! Mi lenne, ha kufli csíkos lenne az a sál? Az meg milyen? Az első csíkja a zöld, a második pofánka piros, a következő titus sárga, aztán egy Hilda lila, egy valérkék, egy bélabá barna, meg egy fityirc szürke. Ez annyira megható. Azzal kötni kezdte a sálat. Ez a rész most nem lesz túl érdekes. Amíg Hilda kötöget, mi énekeljük el a csicsat, csicsat, kötöget a bálna kezdetű dalt. Csicsat, csicsat, kötöget a bálna, bár hát ebben van ügyesebb nálam. Két nagy tűvel kötöget egy sapkát, mindegy, mondja, kicsi lesz vagy nagy rá. Csicsat, csicsat, kötöget a bálna, bár hát ebben van ügyesebb nálam. Tök jó, dudorászik vígan, hidd el, kérlek, nem hazudok, így van. Csicsat, csicsat, kötöget a medve, mert nem tudja, hogy ügyetlen benne. Össze-vissza döföget a tűvel, rossz ránézni, olyas miket művel. Csicsat, csicsat, kötöget a medve, mert nem tudja, hogy ügyetlen benne. Poppás, poppás, dudorászik vígan, hidd el, kérlek, nem hazudok, így van. Azt hiszem, nincsen tovább. Szerintem nézzük meg, elkészült-e Hilda? Jól haladok. Most végeztem a titus sárga csíkkal. Végeztél? Hiszen ez a csík jóval keskenyebb, mint a pofánka piros. Csak egy kicsit keskenyebb, viszont sokkal élénkebb. Ah, ez akkor sem ér. Ilyen alapon a fityirt szürkének kéne a legszélesebbnek lennie. Felőlem, szó se róla. A legszélesebb csík a bélabá barna legyen, mert ő a legöregebb közülünk. És tessék, most pofánkái a legszélesebb, pedig ő itt a legfiatalabb. Tévedés! Én vagyok az! Gyerekek, mi ütött belétek? Hát úgy viselkedtek, mint valami gyavajás, tanulságos történetben lennék. Miért? Mi volna itt a tanulság? Nem is tudom. Csúnya dolog az irítség, vagy valami ilyesmi. Jaj ne! Akkor inkább mindegy is, hogy milyen lesz a sál. Hehe, na ugye. Megígérem, hogy mindegyik csík pont elég széles lesz. Csak hagyjatok végre kötni. Ha. Hirtelen, eszembe jutott, hogy még van két strófája a dalnak. Csicsa, kötöget a tigris. Nem meg túl jó, biztos ezért biztos. Mindegy, mondja, őzikének készül, egyet mukka, jönnek eszem végül. Csicsa, csicsa, kötöget a tigris. Nem megy túl jó, biztos ezért biztos. Hejho, hejho, dudorászik vígan. Hidd el, kérlek, nem hazudok, így van. Csicsa, csicsa, kötöget a róka. Írtó béna, bár nem tehet róla. Már most látszik, ronda lesz az okni. Nem baj, mondja, meg lehet a szokni. Bingo, bingo, dudorászik. Hidd el, kérlek, nem hazudok, így van! Így van! Elkészül! Milyen hosszú! Azzal oda nyújtotta a sálat Zödönnek. Gyönyörű! Majd a nyaka köré tekerte, és tekerte, és tekerte, és tekerte.
kicsit túl hosszú egyetlen kuflinak még akkor is, ha ez a kufli zödön. Legyen ez egy közös sál, majd együtt fogjuk hordani, amikor telente kint üldögélünk a kupac tetején. Persze azonnal ki is próbálták. Puha volt, meleg, és mindenkit körbeért, még fityércet is. Hmm. Hé-ja! Hé-ja! Oh-oh!